és labdát szerez a Loki. Dzsudzsák beteszi középre, ott a gólhelyzet, megvan a csel, és ott a harmadik gól is. Lončár, és ezzel valószínűleg el is dőlt a mérkőzés sorsa. Az a Lončár, aki az idei bajnokságban egyedüli két gólos a Debrecennél, aki a Kövesd ellen duplázott, most is betalál. 3-1, kap egy sárga lapot a mezlevételért. Olyan nagyon ez nem fogja őt megrengetni. Ugye egy labda eladásból indult az egész történet, Dzsudzsákot kell dicsérni. Nem csak a labdaszerzésért, hanem tulajdonképpen a gólpasszért is, meg Lončárt, aki nagyon higgadtan csinálta meg ezt a cselt, és aztán visszarúgta ide a rövidbe. Nem sok hely voltál, majdnem odaért Kovács Marcell, de csak majdnem.